Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Új hidat építenek Pincehelyen, a katonaság emelt ideiglenes átjárót a Kapos fölé. Adomány, szájmaszkokat kapott Dombóvár és Bonyhád. Hétvégi szigorítások Pakson, kötelező lesz a maszk a buszokon és az üzletekben. Ha zárva maradnak, tönkre mennek. Több bolt és üzlet újra kinyitott Szekszárdon. Ideiglenes hidat emelt a honvédség a Kapos folyó fölé Pincehelynél. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter a helyszínen azt mondta, hogy a szerkezet segíti a környéken élőket és a helyi gazdaságot is. A régi híd ugyanis olyan rossz állapotú, hogy azon mezőgazdasági gépek és teherautók már nem közlekedhettek. A Kapos fölé egyébként egy új állandó híd is épül, annak a kivitelezése a tervek szerint még idén elkezdődik. Centiméterről centiméterre haladva került helyére a 36 méter hosszú, 10 méter széles ideiglenes hídszerkezet a Kapos folyó felett. Az építmény a honvédség tulajdona, és a beemelést is katonák végezték. Nem végeztünk még a munkával, ezt követően kerül majd a végleges helyére, kiépítve mind a gyalogos, mind a gépjárműforgalom részére az a felület, amelyen a közlekedést végre lehet hajtani. És azt gondolom, hogy ezután hozzá lehet kezdeni ennek a Kapos hídnak az újjáépítéséhez. Az ideiglenes szerkezetre azért volt szükség, mert a régi híd állapota az évtizedek alatt úgy leromlott, hogy már nem lehet helyreállítani, ezért hamarosan elkezdődik a bontása, majd egy új állandó híd építése. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a híd megtekintése után azt mondta, a honvédség az elmúlt hetekben bizonyította, hogy az emberek számíthatnak rájuk a veszélyhelyzetben. Ezzel a hídnak a beemelésével azt is bizonyították, hogy az ország gazdasági újjáélesztésében is lehet majd rájuk számítani, hiszen olyan speciális készségek, olyan különleges képességekkel rendelkezik a magyar honvédség, olyan különlegesen és magasan képzett szakemberekkel, honvédekkel, akik helyt tudnak állni a gazdaság újjáépítésében is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, pincehelyi parlamenti képviselője pedig arról beszélt, hogy a Kapos felett áthaladó ideiglenes híd a környéken élők mellett a helyi gazdaság motorjának számító mezőgazdászok életét is nagyban megkönnyíti majd, hiszen a régi hídon bevezetett súlykorlátozás miatt csak hatalmas kerülővel tudtak eddig a munkagépek közlekedni. A legrövidebb kerülő út az is a 22 tonnásnál 30 valahány kilométer, és az út minősége miatt ugye ez időben is jelentős, de a leghosszabb az pedig, ami nagyobb, tehát 40 tonnás gabona kereskedőkocsi, az pedig akár 70-80 kilométert is kell kerülni. Az új állandó pincehelyi híd építése a tervek szerint még idén elkezdődik. 2284 főre nőtt a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Tolna megyében egyet több beteget tartanak nyilván, itt 16-an regisztrált vírusfertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. A járványnak így már 239 hazai áldozata van. A kórházakból ezidáig 390-en távoztak gyógyultan, 850 koronavírusos beteget továbbra is ápolnak, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. Kétezer szájmaszkot adott át választókerülete két városának Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az adomány egy vállalkozó ajándéka volt. Bonyhád az egészségügyi ellátórendszert, míg Dombóvár az érettségi zavartalan lebonyolítását támogatja az egyszer használatos védőfelszereléssel. A mai alkalom, vagy a mai apropó az az alkalom, hogy átadjak egy vállalkozónak A választókörzet két városának polgármestere 2000 egyszer használatos maszkot vehetett át. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, ez az év a nemzeti összetartozás éve, és a koronavírus járvány a nemzeti szolidaritás évévé is tette. Nemzeti összetartozás éve és az erős magyar közösségek éve egyben a nemzeti szolidaritás éve is lesz.
Reméljük azt, hogy a közösségeink, beszéljünk akár a családokról, akár a egyes falu közösségekről, vagy talán az egész nemzetről, megerősödve fog kijönni ebből a járványhelyzetből. Filóni Ferenciból Jabonyhat polgármestere a szociális ellátórendszer számára ajánlotta fel az adományt. Úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók számára fogjuk elsősorban szétosztani, hiszen a gondozási központunkban, az idős otthonban, a háziorvosi rendelőkben, fogászaton, mindenhol az egészségügyi dolgozók használnak egyszer használatos maszkot. Szerintem náluk lesz a legjobb helyen. Pintér Szilárd Dombovár első embere a közelgő érettségi lebonyolításának biztosítására használja majd a maszkokat. Dombováról rendhagyom módon, azt gondolom, hogy most a fiatalokra fogunk fókuszálni, hiszen május 4-én megindul a fiatalok érettségiztetése az írásbeli. Három középiskolában tervezünk ezeket a maszkokat elosztani, annak függvényében, hogy melyik intézményben tanul, vagy érettségizni. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár reagált Szabó Timiának a Párbeszéd országgyűlési képviselőinek pár nappal ezelőtti nagy vihart kavart felszólalására, melyben a határon túli területeken élő magyarok védőeszközökkel való segítését kérte számon a kormányon. Szabó Tíme a parlamenti felszólalásával nem csak a határon túli magyarságra ütött egyet, hanem mi ránk is, hiszen egy nemzet vagyunk, összetartozunk, és amikor, ahogy a családban is van, ha egy családtagunkat bántják, akkor minket magunkat is bántanak. Úgyhogy elfogadhatatlan, felháborító, vérlázító, a legsötétebb kommunista időkben nem voltak ilyen kirohanások. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, reményei szerint a lakosság a továbbiakban is betartja a korlátozásokat annak érdekében, hogy az eddig elvégzett védekezési feladatok ne váljanak feleslegessé egy esetleges, nagyobb arányú megbetegedési hullám miatt. Pakson a közelgő érettségi vizsgákra való tekintettel az önkormányzat fertőtleníti az iskolákat. 4 intézményt érint az Atomvárosban az érettségi. Fertőtlenítik Pakson az érettségi vizsgák előtti napokban a középiskolákat. Ez 4 intézményt érint az Atomvárosban. A munkálatokat a paksi Vakbottyán gimnázium, az energetikai szakgimnázium és kollégium, a szekszárdi szakképző centrum paksi első István szakképző iskolája, valamint a paksi Balog Antal katolikus óvoda általános iskola és gimnázium azon épületeiben végzik el, amelyeket használni szeretnének az érettségi lebonyolításához. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy annak ellenére, hogy ezek közül az intézmények közül egyik sem az önkormányzat fenntartása és működtetése alatt működik, de hangsúlyozom még egyszer, a mi gyermekeink érettségiznek ezekben az intézményekben, így ezért tartottam nagyon fontosnak azt, hogy ezzel is hozzájáruljunk az egészségük védelméhez. Május 4-e az érettségi kezdési időpontja, de ha ez módosul a járványügyi helyzet alakulásának tekintetében, ugye a fertőtlenítés időpontját is ehhez igazítják majd. Hétvégi szigorításokról is döntött Paks polgármestere, 18 év alatti személy este 8 és másnap reggel 6 óra között csak szülői felügyelettel tartózkodhat közterületen, valamint kötelező lesz a szájmaszkok használata a vásárlás során és a buszokon. A rendelet szombaton 0 órától lép hatályba, és vasárnap éjfélig érvényes. Egyre több bolt nyit ki. Az elmúlt egy hónapban nehéz helyzetbe kerültek a kereskedők, vendéglátósok a koronavírus járvány miatt. Korlátozták a nyitvatartásukat, illetve azt, mikor és hogyan árusíthatják portékájukat. Az üzletek, vendéglátóipari egységek bezártak, mert csökkent a forgalmuk és tartottak a járványtól is. Azóta több cégvezető úgy döntött, ha nem nyitnak ki és alkalmazkodnak az új szabályokhoz, végleg megszűnhetnek. Ezt legyen kedves még egyszer megpróbálni? Jegygyűrűk között válogat egy pár egy szekszárdi ékszerüzletben. Hosszú idő óta először próbálhatják fel személyesen az ékszereket, mivel az üzlet több hétig zárva volt a koronavírus járvány miatt. Ám a leállás közben is sok megkeresés érkezett hozzájuk, ezért döntöttek úgy, hogy újra kinyitnak, a megfelelő óvintézkedéseket megtéve. A járvány miatt egyszerre csak 2 személy tartózkodhat az üzletben. Hát nagyon sok kéréssel fordultak hozzánk, sokan megrendelésünk, és vannak vásárlók, akik a javításokért szerettek volna befáradni, és van igény vásárlásra is. Az ékszerbolt, a ruha vagy éppen a sportboltokhoz hasonlóan jelenleg 9-től 3-ig tarthat csak nyitva.
Az egyik szekszárdi cukrászda tulajdonosa is hasonló elhatározásra jutott, mint az ékszerüzlet vezetője. Egy hónapos kényszerszünet után úgy döntött, újra kinyitnak és elvitelre készítenek süteményeket, valamint fagylaltot is kérnek igény esetén. Szemessy Judit azt mondja, ez a bevétel éppen csak arra lesz elegendő, hogy kifizesse az alkalmazottait és átvészelje ezt az időszakot. Hát ennek elsősorban ugye gazdasági oka is volt, tehát ugye kisvállalkozóként nem tehetem meg, hogy nincs bevételem hónapokig, mind a mellett ugye alkalmazottjaim vannak, akik ugye egy darabig szabadságon vannak, de utána, mert utána ott volt a kérdőjel, hogy mi lesz. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, érthető a cégek reakciója, mivel ha továbbra is zárva tartanak, tönkre mennek és el kell bocsátaniuk az alkalmazottaikat. Én értem a vállalkozókat is, nekik megvannak a kötelezettségeik, megvannak a vevőkörük, és hát akármennyire ugye, a minimális járulékot kell befizetniük, ezt a havi 7710 forintot, gyakorlatilag semmilyen bevételük nincs, a rezsiköltségeket fizetni kell, az alkalmazottakat fizetni kell, és hát nehezen tudják ezeket kigazdálkodni. A kamara kezdeményezte, hogy minden vállalkozóra terjedjen ki egységes és enyhébb szabályozás, mint ami jelenleg van érvényben. Vagyis azt szeretnék, hogy minden boltnál egységes legyen a nyitvatartás. A témával Hozam című gazdasági magazinunkban bővebben is foglalkozunk. Sajtóértesülések szerint a jövőben az eddigi 3-ról 2 órára változhat a 65 év felettiek általa a bolti vásárlásra kizárólagosan fordítható idő délelőttönként, ami ráadásul hétvégén teljesen meg is szűnhet. Tehát szombaton mindenki akkor mehetne vásárolni, amikor akar. A tapasztalatok szerint a reggeli idősávban, nyitástól 9 óráig nagyon megnőtt a forgalom a boltokban, és sok helyen hosszú sorok alakultak ki, majd délben megint hirtelen ugrott meg a forgalom. Március végén léptek életbe az új bevásárlási szabályok, amelyek értelmében az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és piacokon bevásárlási sávokat hoztak létre, hogy elválasszák a veszélyeztetettebb 65 évesnél idősebb embereket a fiatalabbaktól. A koronavírus miatt piacukat elveszített mezőgazdasági kistermelőket, állattenyésztőket, valamint a kisüzemi élelmiszer előállítókat segíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara online piactere. A felületre a termelők, tenyésztők és előállítók regisztrálhatnak, ezután a termékeiket kereskedők tudják böngészni. A rendszer már el is indult. A koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések a mezőgazdaságot is érzékenyen érintették, a kistermelők és az élelmiszer előállítók jelentős része egyszerűen elvesztette a piacát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új online felülete ezeket a termelőket segíti. A NAK piac tér egy olyan online felület, ami lehetővé teszi az élelmiszer termelők és előállítók, illetve a kereskedők vagy a felvásárlók közötti közvetlen kapcsolatfelvételt. Ezen az új értékesítési felületen, a piac téren, díjmentes regisztrációt követően a felvásárlók megtalálhatják a számukra fontos áruknak az értékesítői termelőit. A termelők is egy regisztrációt követően tudnak bekerülni a piac térnek a nyilvántartásába, ott utána különböző szűrők alapján kereshetővé válnak. A kamara csak mint közvetítő segíti a későbbi üzletek megkötését, így könnyebben találnak célba a mezőgazdászok által előállított termékek. Miután ugye a termelő megadta az adatait, ezután a kereskedők, felvásárlók tudják velük felvenni a kapcsolatot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ennek a felületnek csak az online részét biztosítja, utána már a termelők, a felvásárlók, kereskedők egymás között továbbítják a további üzletkötési, szerződéskötési és egyéb tárgyalási folyamatokat. Az online piac tér még csak a napokban nyílt meg. Azok a kamarai tagok, akik részt szeretnének venni a programban, már jelentkezhetnek az Agrárkamara piac tér oldalán.
Munkaszüneti nap lesz pénteken a rendőrségen, miután hagyományosan április 24-e Szent György napja a rendőrség napja, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A munkaszüneti napon a megyei és fővárosi rendőrfőkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken szünetel az ügyfélfogadás. A készenléti és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor folyamatos, és a bejelentések felvétele is biztosított a rendőrkapitányságokon. Az már eldöntött tény, hogy idén nem lesz pünkösdi hal- és vadünnep Szekszárdon, illetve a Hári János Mesefesztivál is elmarad. A koronavírus járvány azonban a város legnagyobb rendezvényét, a szekszárdi szüreti napokat is veszélyezteti. Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója szerint nagy eséllyel elmarad az idei rendezvény. 100%, hogy augusztus 31-ig elmaradnak a szabadtéri nagy rendezvények, de én most a jelenlegi álláspont szerint nem vagyok túl optimista a szüreti napokkal kapcsolatban sem. Tehát, hogyha nézzük a picit egy nemzetközi kitekintést veszünk, akkor azt láthatjuk, hogy a külföldi szomszédos országokban az őszi rendezvényeket is, gondolok itt főként a nyugati országokra, az őszi rendezvényeket már lemondták, vagy jelentősen korlátozták, így aztán arra számítok, hogy szeptember 3. hétvégéjén, ez az én álláspontom, szerintem a szüreti napok abban a formában egészen biztosan nem lesz megrendezve, ahogy ezt korábban megszokhattuk. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Nagy bajban vannak a kertészetek, virágvásárlásra ösztönzik az embereket. Vitaminkészítmények, szájmaszkok, védőfelszerelések, adományt kaptak a pécsi baptisták. Segítség a Baranya megyei Vöröskereszttől, szájmaszkokat osztott a szervezet Pécsen. A dísznövénykertészeteket is segíti a kormány gazdaságvédelmi akcióterve. A több ezer családnak megélhetést biztosító vállalkozásoknak járulékcsökkentési kedvezményt adnak. Emellett az Agrár Széchenyi Kártya hitelösszegét is megnövelték. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, az a céljuk, hogy megőrizzék a munkahelyeket. Piros, sárga, lila és fehér tulipán, ameddig a szem ellát mindenütt virágok szőlősgyörökön. Ezen a fél hektáros területen 100 000 szál tulipán nőtt ki idén tavasszal. A kertészet a Mátrai családé. Vállalkozásuk a koronavírus járvány miatt került nehéz helyzetbe, ráadásul az időjárás sem volt kegyes hozzájuk. Óriási szárazság van, nem esett csapadék, praktikusan egy hónapja, másfél hónapja. Ez azt is jelenti, hogy ha elég meleg van, akkor gyorsan virágoznak a tulipánok. Így aztán elég sok elvirágzott már belőlük, de hát az, amíg virágzott, addig kiszállítottunk, és a higiéniai előírásoknak megfelelően azért megengedtük, hogy a kertbe bejöjjenek. Elég nagy terület van, itt 25-30 embernél több nem volt egyszer se. Anyák napjára sem számolnak nagyobb forgalommal, és a kiszállítás sem könnyű. A somogyi vállalkozásnak sietnie kell a friss virágokkal a megrendelőkhöz, nehogy elhervadjanak a növények. Eddig a tulipánoknak csak a 20%-át sikerült értékesíteni, így csaknem 5 millió forintos bevétel kiesésre számítanak. Igazából most van teljes virágzásban, most egyszerű virágzási. Többek között az ilyen vállalkozásoknak is segít a kormány a nemrég meghirdetett kedvezményekkel. Az agrárminiszter azt mondta, a legfontosabb a munkahelyek megőrzése. Azon kellett dolgozni, hogy hogyan tudjuk megőrizni a munkaerőt, hogyan tudunk munkaerőt biztosítani továbbra is az agrárium számára. Ezért járulék csökkentési akciót hirdetett a kormány, olyan ágazatok számára, amelyek kifejezetten bezuhantak a járványveszély hatására. Többek között a pálinkások, a kézműves sörösök ilyen akcióba kerültek, és természetesen a dísznövénykertészek is ebbe az ágazatba kerültek. A kedvezményekkel a kormány a vállalkozásokat erősíti, megmaradnak a munkahelyek is, és a járvány után a magyar gazdaság könnyebben indul majd újra. Erről már a kormány szóvivő beszélt. A kormány pontosan tudja azt, hogy ez a koronavírus okozta járványhelyzet, veszélyhelyzet, ez nem csak elsősorban az emberek egészségét érinti, hanem emellett sajnos komolyan érinti a gazdasági helyzetet, a munkahelyeket és egyáltalán az emberek pénztárcáját. Éppen ezért a kormány egy hatalmas gazdaságvédelmi akció tervet dolgozott ki. Szent Király Alexandra hozzátette, a legfontosabbak azonban azok az intézkedések, amelyek a járvány lassítását segítik elő, és az emberek egészségének védelmét szolgálják.
Három hónapra elegendő vitamint, szájmaszkokat és egyéb védőfelszereléseket tartalmazó csomagot adtak át a Baptista Szeretetszolgálat pécsi otthonában. Az adományokat magyarországi cégek ajánlották fel, amiket most a Szeretet Otthon lakói használhatnak. Az eseményen elhangzott, 624 idős és mozgássérült szemét lát el az intézmény három telephelyen. Minden idős számára adunk multivitamint. Az izolációban használható hajhálós és maszkos védőeszköz kerül átadásra, valamint 4000 maszk. A Baptista Szeretetszolgálat pécsi Szeretet Otthonába érkezett ez a védőeszközöket és vitaminokat tartalmazó adománycsomag. A szervezet három hónapra elegendő felszerelést adott át szerdán a pécsi vezetőségnek. Tehát nagyon fontos az, hogy a megfelelő ellátás mellett az immunerősítésben is tudjuk őket segíteni, hiszen az INTS megállapította azt, hogy kiválóan felkészült az intézmény a védekezésre. Mai napig nincsen sem az ellátottak, sem a dolgozók között koronavírusos fertőzött. Az adományt magyarországi cégek ajánlották fel a Szeretetszolgálat javára. Mint a pécsi otthon igazgatójától megtudtuk, szükség is van a védőfelszerelésre, hiszen több száz idős vagy fogyatékkal élő embert ápolnak. 624 idős és mozgásfogyatékos szemét lát el intézményünk három telephelyen, és ugye a mai adomány az azért is fontos, mert hogy vitamint kapnak időseink, illetve szájmaszkot. A vitamin alapjában az 1/2000-es egységrendelet szerint az ellátott költségét terhelni, így most ők ingyen jutnak hozzá ehhez. Az adományok átadásán részt vett a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki beszédében úgy fogalmazott, napjainkban még fontosabb, hogy odafigyeljünk idős embertársainkra, akik felépítették az országot. Soltész Miklós azt mondta, örömmel tapasztalta, hogy az elmúlt időszakban a magyar lakosság megmutatta, mit is jelent a felelősségvállalás. Az a összefogás, ami kialakult, minden mellett ez a szigorú rend, ami most megvalósul, mégiscsak azt az eredményt hozta sok-sok gazdag nyugati országgal szemben, hogy hála Istennek mind az esetszámok, mind pedig a halálozások arányaiban sokkal alacsonyabbak. Nyilván itt érdemes nézni a lakosság számot, de ha azt nézzük, akkor is sokkal alacsonyabbak. Az államtitkár hozzátette, Pécsre nemrégiben érkezett 150 ezer darab szájmaszk, 100 ezer darab védőkesztyű és több ezer olyan felszerelés, ami a betegek vizsgálatát segíti. Ezeket a klinikákon osztották ki az ott dolgozóknak. Mint mondta, mindannyiunk számára fontos, hogy a megfelelő ellátásban részesüljenek mind a frontvonalban dolgozók, mind az ellátottak és a lakosság. A héten összesen 500 mosható szájmaszkot osztott ki a Baranya megyei Vöröskereszt Pécsen az Uránvárosi és a Kertvárosi piacon. Szerdán a Hajnóci útra vitték a maszkokat a szervezet munkatársai. A most készülő további 500 szájkendőt a jövő hét folyamán jutatják majd el a piacokra. 280 darab maszkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy itt szabályosan tudjon működni a piac. A Baranya megyei Vöröskereszt felajánlásából kapott 250 darab szájmaszkot osztják éppen a Hajnóci úti piacon, de a Diána térre is kerül hamarosan ugyanennyi. Hétfő óta ugyanis ezen a két piacon az árusoknak kötelező a szájmaszk viselése. És ezért úgy gondoltuk, hogy mi is, mivel adományba kaptuk ugye ezt az 500 darab maszkot, hogy akkor továbbadjuk oda, ahol a gazdaság mégis csak működni tud, és ezzel is tudjuk mind a lakosságot, mind az árusokat, a kereskedőket segíteni. A pécsi vagyonhasznosító ZRT egyébként már osztott és oszt is majd maszkokat dolgozóinak és az árusoknak, de a Vöröskereszt felajánlását nagy örömmel vették. A most készülő további 500 szájkendőt a jövő hét folyamán juttatják majd el a piacokra, illetve ezek közül az önkormányzatok segélycsomagjaiba is kerülnek maszkok. Most nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Új hidat építenek Pincehelyen, a katonaság emelt ideiglenes átjárót a Kapos fölé. Adomány, szájmaszkokat kapott Dombóvár és Bonyhád. Hétvégi szigorítások Pakson, kötelező lesz a maszk a buszokon és az üzletekben. Ha zárva maradnak, tönkre mennek, több bolt és üzlet újra kinyitott Szekszárdon. Pénteken tovább fokozódik a nappali felmelegedés, délutánra 20 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.
A nap második felében növekedni kezd a fátyol felhőzet, kissé szürtebbé válik a napsütés, de számottevő csapadék nem lesz. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, amit érdekesnek találnak, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!